Egy pártfogó felügyelő kijelölése megmenthette volna annak a féléves gyereknek az életét, akit az apja dobott le az emeletről. Állítja egy lap, amely szerint a gyermekvédelmi rendszer túlságosan lassú. A fővárosi igazságügyi szolgálat vezetője viszont azt mondta, hogy a pártfogói felügyelet nem jelent egésznapos őrizetet. A felügyelő csupán a bíróság által előírtakat tartathatja be, illetve ő maga is tehet javaslatokat, hogy a pártfogót mit tegyen, illetve mit ne tegyen. Megelőzhető lett volna a szombati tragédia, állítja a Blick. A hétvégén egy apa ledobta 6 hónapos kisfiát az emeletről, majd ő is utána ugrott. Mindketten meghaltak. A lap szerint a korábban zaklatás miatt elítélt férfi mellé az eset előtt egy héttel pártfogót rendelt ki a bíróság, azonban a bürokrácia lassúsága miatt a segítő már nem találkozhatott a gyerekgyilkos apával. Pedig, állítja a lap, a pártfogó el is tilthatta volna a férfit a gyerekétől és élettársától, akit tavaly vert meg. A fővárosi kormányhivatal igazságügyi szolgálatának vezetője szerint a pártfogó felügyelő a bírósági végzés kézhez kapása után szinte azonnal felveszi a kapcsolatot a pártfogoltal, ugyanakkor a felügyelet nem jelent egésznapos őrizetet. Azért azt figyelembe kell venni, hogy itt olyan emberi, pillanatnyi emberi magatartásokról van szó, amit egyébként valószínűleg senki nem tud kontroll alatt tartani. Ha csak nem olyan őrizetben van valaki, hogy éjjel-nappal komoly felügyelet alatt van, vagy kontroll alatt. A pártok is megszólaltak az eset kapcsán. A PM 2-ről 5 évre emelni a családon belüli erőszak büntetési tételét. Szabó Tímea szerint a kormány azt hiszi, hogy a BTK szigorításával letudta a kérdést. Azt látjuk sajnos, hogy miközben az Orbán kormány üldözi a civileket, üldözi a rokkantakat, a diákokat, az egészségügyben dolgozókat, pedagógusokat, vagy éppen a hajléktalan embereket, addig képtelen üldözni és elfogni, megbüntetni azokat, akik valóban bűncselekményeket követnek el. Az LMP a belügyminiszterhez és az ombudsmanhoz fordul azért, hogy vizsgálják ki, hogyan fordulhatott elő ilyen eset. Egyrészt Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz fordultunk, azt tudakolva, hogy belső vizsgálat indult-e azzal kapcsolatban, hogy volt-e hivatali mulasztás vagy sem. A másik pedig ombudsman úrnak is írtunk egy levelet, amelyben azt kérjük, hogy vizsgálja ki alaposan az esetet, és annak megállapítását is kérjük, hogy olyan rendszerhiba van-e, amely arra utal, hogy az állami szervek hatékony együttműködésével milyen módon lehetett volna ezt megelőzni. A tragédia egyesek szerint azért is megelőzhető lett volna, mert a férfi már korábban is azzal fenyegetődött, hogy ledobja a gyerekét az emeletről. A hatóságok azonban úgy ítélték meg, hogy a tettes nem ön és közveszélyes.